Érkezik a kánikula. A magas hőmérséklet főként az idősek szervezetét viseli meg, de nagyobb figyelmet kell fordítani a szívbetegekre, a magas vérnyomásúakra és a szabadban dolgozókra is. Több marad a zsebekben, a családok megerősítése és a munkátvállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek, mondta 35 perc című műsorunkban Vinnei Győző országgyűlési képviselő. Két beruházás, mintegy 700 millió forintból a járási tanúszoda épül Kemecsén, és elkészül a kormányablak épülete is. Érkezik a kánikula, de jönnek a frissítő zivatarok is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az első hőhullám már ma érződött, a kánikula az előrejelzések szerint kitart, a hőmérséklet pedig a jövő hét közepéig szinte folyamatosan emelkedik, és már hétvégén is 35-37 fok körüli értékeket mérhetünk. A magas hőmérséklet főként az idősek szervezetét viseli meg, de nagyobb figyelmet kell fordítani a szívbetegekre, a magas vérnyomásúakra és a szabadban dolgozókra is. Igazi nyári meleg várható a következő napokban, a délutáni órákban 30-35 fokig emelkedhet a hőmérséklet csúcsértéke, de a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint heves zivatarok frissíthetik térségünkben a levegőt. A nagy meleg miatt a legtöbben ilyenkor munkahelyeiken és otthon is bekapcsolják a ventilátorokat, klímaberendezéseket, akik pedig szabadságukat, vakációjukat töltik, legtöbbször vízpart vagy medence mellett igyekeznek felfrissülni. Javasolt elkerülni a tűző napot délelőtt 11 és délután 3 óra között, felhevült testtel pedig nem szabad hideg vízbe ugrani, hiszen az akár szívmegállást is okozhat. A meleg miatt pedig munkahelyeinken is érdemes jobban magunkra figyelni, ilyenkor több folyadék fogyasztása ajánlott. A munkavédelemmel is foglalkozó Tűzmegelőzés Kft. Vezetője arról tájékoztatott, sokan dolgoznak a szabadban, a tűző napon, rájuk még nagyobb figyelmet kell fordítani a munkáltatóknak. Kinti munkavégzés esetén igény szerint, illetve fél óránként 24 fok felett védőitalt kell biztosítani a dolgozó részére, ami lehet vezetékes víz, balonos, illetve palackozott vizek, lehetnek ízesített vizek is, alkoholtartalmú italokat egyértelműen nem lehet a dolgozók felé dolgozóknak biztosítani. Javasolt a dolgozók figyelmét fölhívni arra, hogy fokozottan odafigyeljenek kánikula esetén a kollégánkra, a többiekre, árnyékos helyet biztosítani, illetve árnyékos helyen pihenőidőt többször kiadni, többször biztosítani a lehetőséget rá. A hőség okozta rosszul lét sok munkát ad a mentőszolgálatnak is. A nyári hőség minden ember szervezetét megterheli, különösen oda kell figyelnünk az idősekre, a gyermekekre, a szívbetegekre, illetve a terhes nőkre. Nagyon fontos ilyen időben a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás, hiszen izzadás következtében a szervezetünk sót, magnéziumot, illetve elektrolitokat veszít, amit folyadékkal tudunk pótolni, és erre a legmegfelelőbb a megfelelő mennyiségű ásványvíz fogyasztása. Ez körülbelül egy olyan 2-3 liter naponta. Oda kell még figyelnünk arra, hogy a hűtött, klimatizált helyiségből ne lépjünk ki hirtelen a nagy melegre, hiszen ez is nagyon megterheli a szervezetet. A kánikulában tehát fontos testünk hűtése, de csak átgondoltam felelősség teljesen. Nyíregyháza belvárosában két helyen is párakapu frissíti fel a járókelőket. Az önkormányzat évek óta nagy figyelmet fordít arra, hogy a kánikulában hűsítő permethez juthassanak a lakosok. A tikkasztó meleg miatt délelőtt 9 órától este 21 óráig működnek a párakapuk a megyeszékhely belvárosában. A családok megerősítése és a munkátvállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek, mondta 35 perc című műsorunkban Vinnei Győző országgyűlési képviselő. A 2018-as büdzsében a minimálbér és a bérminimum emelésére is van fedezet. Az oktatásra 80 milliárd forinttal, szociális és családügyi támogatásokra 200 milliárddal többet fordítanak jövőre, mint ebben az évben.
Az építőipar, a mezőgazdaság, a beszállítóipar, a gazdaság húzó ágazatai. 2013-tól fokozatosan nő a GDP, ami a következő évben elérheti a 4,3%-ot. A gazdaság stabilitása lehetővé teszi, hogy a 2018-as költségvetésből folytatódhassanak a béremelések, és több juthat állami feladatokra is. A munkát vállalók segítése és a családok megerősítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek. Emelte ki tegnapi 35 perc című műsorunkban Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A családi adókedvezmény, amely növekszik, a két gyermekes családok számára havi 35 ezer fő lesz, tehát a két gyerek után, tehát 17.500 gyerekenként, ez évi 420 ezer forint adókedvezményt jelent. Szerintem ez már egy tisztességes összeg, tehát a családok érdemes a demográfiai problémákon érdemes gyereket vállalni, gyereket nevelni, mert ez a kormány, ez a költségvetés támogatja családi adókedvezménnyel, illetve azzal, hogy a gyereknevelés költségeit részben átvállalja, akár ingyenes tankönyvvel, akár ingyenes étkezéssel. És van még egy nagyon fontos láb, 226 milliárd forint jut a családi otthonteremtési támogatásra, a csokra, ez is több, mint korábban. 2017-ben a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedett. Ezt egy újabb 8 és 12%-os növekedés követheti 2018-ban. A béremelések folytatódnak a versenyszférán kívül is, azokban az állami szektorokban, ahol bevezették az életpályamodellt. A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerét is átalakítják, minél több embert szeretnének képezni, és ezután átvezetni a versenyszférába. A közfoglalkoztatás rendszere is átalakul van a 18-as költségvetés szerint, mert kevesebb forrás biztosít a költségvetés a közfoglalkoztatásra, de nem kell megijedni, mert ezt fokozatosan akarjuk csökkenteni, hiszen szeretnénk, hogyha a közfoglalkoztatásból egyre több ember átmenne a versenyszférába, és erre van egy 40 milliárdos keret, tehát ha valaki most állást talál magának egy munkahelyen, egy vállalkozónál, akkor megkapja a közfoglalkoztatási bér egy részét is pár hónapon keresztül, tehát plusz jövedelemhez is juthat. Ezzel is szeretnénk azt a mobilizációt elősegíteni, hogy a közfoglalkoztatásba, akik már visszaszoktak a munkavilágához, azok elmenjenek az elsődleges munkaerőpiacra. Az oktatásra 80 milliárd forinttal, szociális és családügyi támogatásokra 200 milliárddal többet fordítanak jövőre, mint ebben az évben. A következő évi büdzsében egy jelentős, 205 milliárd forintos tartalékot is terveztek. Mintegy 700 millió forintból két új intézmény épül Kemecsén. Egyik a járási tanúszoda, a másik pedig a kormányablak épülete. A városban több mint 5000 laknak, de a beruházások a kemecsei járás 11 településének lakóit is kiszolgálják majd. A tervek szerint a munkálatok még idén befejeződnek. A börtönépítés mellett egy másik jelentős beruházás Kemecsén a járási tanúszoda kialakítása. Az alapkövet tavaly júniusban tették le, a tervek szerint még idén átadják a sportlétesítményt. Az úszoda az általános iskolával szemben épül, egy tammedencét és egy 25 méter hosszú, feszített víztükrű medencét is kialakítanak majd itt. A beruházás teljes mértékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium finanszírozza. Két nagyon fontos fejlesztésünk van. Az egyik a járási tanúszoda építése van folyamatban. Ez valószínűsíthető, hogy a szeptember végére befejeződik, illetve az elmúlt hónapban kezdődött el éppen a járási hivatalnak az építése. Itt a mellettünk lévő épület mellett fog megépülni a járási hivatal épülete. A kemecsei városháza építésére 361 millió forintot nyert a település. Ebből egy teljesen új, 700 négyzetméteres alapterületű intézményt tudtak kialakítani, amelyet még 2015 novemberében adtak át. A korszerű városháza mellett már javában zajlik az építkezés. Az új intézmény a járási hivatal funkcionális feladatait fogja kiszolgálni, illetve kormányablakként is működik majd, amelyből Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb.
Összegszerűségében egész szerteágazó, mert összetett forrásösszegekről van szó, de körülbelül szerintem egy 400 millió forintos nagyságrendű a tanúszoda kérdése, és valamivel több mint 300 millió forintos a járáshivatal építésének a költsége majd. A városban több mint 5000-en élnek, ezért is fontosak a jelenlegi beruházások. De nem csak a Kemecsén élőket, hanem a járás 11 településének lakóit is kiszolgálja majd a tanúszoda és a kormányablak. A rendőrség vádemelési javaslatot tett az ellen a fóti férfi ellen, aki magát rendőrnek kiadva 30 millió forint értékű ékszert és 5 millió forint készpénzt csalt ki egy nyíregyházi házaspártól. A frissen lezárt nyomozás adatai szerint a 29 éves H. Imre ez év március 23-án társával megjelent egy nyíregyházi lakóháznál, és magukat rendőrnek kiadva közölték az ott lakókkal, hogy tudomásuk szerint bűncselekményből származó ékszereket vásároltak. Felszólították őket arra, hogy a házban található ékszereket és készpénzt adják elő, ellenkező esetben bilincsben viszik el őket. A fenyegetések hatására a sértettek 30 millió forint értékű ékszert és 5 millió forint készpénzt adtak át a két férfinak. A nyomozás adatai szerint az elkövetők a bűncselekményhez használt járművet egy budapesti autókölcsönzőből bérelték. A szabolcsi nyomozók másnap reggel a kölcsönzőben ütöttek rajta H. Imrén. A férfi beismerő vallomást tett, társa ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. Az eltulajdonított értékek nagy része megkerült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitánysága a nyomozást befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek. Egy motoros sérült meg abban a balesetben, amely hétfőn kora este történt Nyíregyházán a 36-os számú főúton, a Tiszavasvári úti körforgalomban. Egy motoros elsőbséget adott egy körforgalomba behajtó járműnek, amikor egy haszongépjármű hátulról elütötte. A sérültet a mentők kórházba szállították. A helyszínről elhajtó sofőrt a rendszám alapján azonosították, vele szemben a rendőrség megindította az eljárást. Kiállításokkal, koncertekkel, tűzugrással várják az érdeklődőket Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfalu Szent Ivánéi programjaira, valamint a Józsa András Múzeumba, a múzeumok éjszakájára. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Három nyíregyházi játékos is tagja a tallini B-csoportos U18-as fiú kosárlabda Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek. Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Farkas Dániel a székesfehérvári edzőtáborban és a felkészülési meccseken mutatott teljesítményével vívhatja ki helyét az utazó csapatban. Új edzővel kezdi majd el a felkészülést a Baktalórendházi futballcsapat. A korábbi játékos edző Illés László helyett a jövőben az eddig is a csapat mellett dolgozó Gebri Pán lesz a szakmai munka felelőse. A legnagyobb érvágást a házi gólkirály Marics Gábor távozása jelenti a Bakta számára. Kiállításokkal, koncertekkel, tűzugrással várják az érdeklődőket Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfalu Szent Ivánéi programjaira, valamint a Józsa András Múzeumba a múzeumok éjszakájára. A programok központi témája idén a nő és az érzékiség. Tavaly madártávlatból így nézett ki a Szent Iván éjjeli tűzugrás a Sóstói Múzeumfaluban. A hagyomány szerint, aki az év legrövidebb éjszakáján sikeresen átugorja a tüzet, teljesül a kívánsága. A Múzeumfalu idén is változatos programokkal várja a látogatókat, hangzott el a programokat beharangozó sajtótájékoztatón. A Sóstói Múzeum hagyományainak megfelelően június 23-án éjszaka kezdődnek, pontosabban 8:30-kor egy kiállítás nyitással, aminek az a címe, hogy Pásztoróra, és ez hát nyilván ez egy több rétegű jelentést hordoz magában, és hát ezt a témát járjuk körben a Múzeumfalu sajátos eszközeivel. Utána tűzzsonglőrök idézik meg, ugye a Szent Ivánéi program, illetve a Szent Ivánéihez kapcsolódóan elengedhetetlen a tűznek a jelenléte, és 10 órakor pedig a Margaret Island koncertjére, nagy koncertjére kerül sor a Sóstói Múzeumfaluban. 11:30-kor a Nyírségtánc együttes idézi meg nekünk a Szent Ivánéi szokásokat táncokban, táncban, és utána pedig az ő közreműködésükkel és segítségükkel is, aki
ezt kívánja, a tűzugrásra kerül majd sor. Másnap június 24-én a József András Múzeum várja az érdeklődőket. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a nő. Keresd a nőt! Ez a központi témánk, nő, érzékiség, szexualitás. A múzeumfaluban a pásztoróra az, amit körbejárnak, természetesen itt is keresd a nőt, a központi téma. A Kálai gyűjteményben nők a Kálai családban, erről egy nagyon szép kiállítás nyílik majd itt nálunk a múzeumban. És hát a legtöbb kiállítás, 4 kiállítás és mindenféle kapcsolódó rendezvény nyílik a József András Múzeumban, itt pedig a nő, érzékiség, szexualitás a téma. A múzeumok éjszakája programjaira minden évben több ezren látogatnak el. Azért 3-4 ezer ember azért általában el szokott fordulni időfüggvényeként a múzeumok éjszakája rendezvényein. Én azt gondolom, minél többen jöjjenek el. Ugye, mivel ráadásul nem csak egy helyszínen lesz, hanem szabadtéri színpados programok is lesznek most itt a múzeumok éjszakáján, ezért arra búzítok minden itt lakót, vagy környékbelit, vagy megyebelit, hogy jöjjenek el a József András Múzeumban, és hogyha nevetni akarnak, nevessenek, ha a nőről akarnak megtenni, mert akkor jönnek és kiállítást nézzenek, hogyha pedig koncertezni akarnak, akkor a szabadtéri színpadon ezt megtehetik. 2 népszerű együttesi színpadra lép ezen az éjszakán. Az 1920-as és 30-as éveket a Hot Jazz Band zenekar idézi majd fel, de a fiatalokat pedig a Magashegyi Underground élő koncertje szórakoztatja majd Nyíregyházán a múzeumok éjszakáján. Három nyíregyházi játékos és tagja a tallini B csoportos U18-as fiú kosárlabda Európa bajnokságra készülő válogatott keretnek. Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Farkas Dániel a székesfehérvári edzőtáborban és a felkészülési meccseken mutatott teljesítményével vívhatja ki helyét az utazó csapatban. Az elmúlt hét eleje óta Székesfehérváron edzőtáborozik az U18-as fiú kosárlabda válogatott keret. A 2 korábbi nyíregyházi edző, Ferenci Tamás és Horváth Imre munkáját erőnléti edzőként a szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor segíti. A játékosok között ott van a Nyíregyháza Blue Sharks 3 kosarasa, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is. 18-as kerettel dolgozunk, 12 játékos fog utazni az Európa bajnokságra. Sokszor azt mondom, hogy a tapasztalatom az, hogy az élet alakítja ki a keretet, betegségek, sérülések szoktak közbeszólni, úgymond az ideális keret kialakítása helyett, és olyan játékosok is bekerülhetnek, akiket először azt gondoltuk, hogy valószínű, hogy ők lesznek a kiesők, úgyhogy én ezt így megprognosztizálni nem szeretném, hogy ki lesz benne és ki nem, mind a hármójuk előtt nyitva van a 12-es utazókeret kapuja. Sajnos Fazekas Csabi egy betegséggel kezdte ezt a hetet, halójárat gyulladása volt, és emiatt csütörtökön hazautazott. Másik 2 játékos végigedzett a hetet, maximálisan elégedettek voltunk velük. Szerintem a hétvégén kellően el voltak fáradva, most kipihenték magukat, és a mai naptól pedig folytatjuk a közös munkát. Fazekas Csaba már a tavalyi szkopjei Európa-bajnokságon is ott volt az U18-as válogatottban. A kosaras reményei szerint az idei EB-n meghatározó játékosa lesz majd a magyar csapatnak. Tavaly nagyon örültem, hogy sikerült bekerüljek a 12-es keretbe. Hát ez egy teljesen új csapat, és ugyanúgy ki kell vívnom a helyemet, úgy, mint egy évvel ezelőtt. Hát nyilván a többiek is, és a vezetőedző is elvárja, hogy nyilván domináljak, úgyhogy egy évvel ezelőtt sikerült bekerüljek a 98-osok közé. Hát igyekszem mindent megtenni ennek érdekében. A magyar válogatott keret július 22-ig a Székesfehérvári edzőközpontban készül, és ott játssza az edzőmeccseket is Ferenci Tamás együttese. 2 hét múlva fogunk játszani a románokkal 2 mérkőzést, ezt követően érkeznek hozzánk a belgák, szintén 2 mérkőzés erejéig, 2 meccset játszunk a csehekkel, és az utolsó 2 mérkőzésünk pedig Anglia ellen lesz. Ami a felkészülés sajátosság az, hogy mind a 8 felkészülési mérkőzésünket Székesfehérváron fogjuk játszani, úgyhogy nem kell utaznunk. Abból a szempontból ennek az edzői stáb örül, hogy emiatt az utazások miatt nem maradnak el edzések, hanem még több gyakorlásra van lehetőségünk. Az érem másik oldala viszont az, hogy egy-egy ilyen külföldi túra, az utazások, idegen szállás, új szobatársak, tehát a csapatot jól épít és jó csapategységet alakít ki. Most megpróbáljuk ezeket mindig Székesfehérváron megvalósítani. Az Európa-bajnokságnak az észtországi Tallinn ad otthont. A magyarok a csoportmeccseken Horvátország, Fehér Oroszország, Grúzia, Bulgária és Izland ellen lépnek pályára.
Új edzővel kezdi majd el a felkészülést a Baktalórendházi futballcsapat. A korábbi játékos edző Illés László helyett a jövőben az eddig is a csapat mellett dolgozó Gebri Pán lesz a szakmai munka felelőse. A legnagyobb érvágást a házi gólkirály Marics Gábor távozása jelenti a Bakta számára. Mozgalmas szezon tudhat maga mögött a Baktalórendházi futballcsapat. A megyei első osztályban a hetedik helyen végzett az Illés László által irányított együttes, amely a Magyar Kupában magasabb osztályú ellenfeleket búcsúztatva jutott a legjobb 32 közé. Ennek eredményeként az Amatőr Kupa döntőjében az MTK stadionjában léphetett pályára a Bakta, amely a megyei kupa döntőn a Balkánytól elszenvedett vereséggel zárta a szezont. Ha mindent összevetünk, akkor a 16-os, 17-es év jól sikerült, hisz a Magyar Kupában országos amatőrkupa döntőt tudtunk játszani, bajnokságban pedig a 7. helyen végeztünk. Azt gondolom, hogy talán a bajnokságban, hogyha nagyobb szerencsénk van az őszi hazai meccseken, akkor legalább az első ötbe tudtunk volna érni, az első ötbe, de jó van, ez itt kipipáltuk, most kicsit pihenünk, nyaralunk, aztán várjuk a következő feladatokat. Hosszú idő után új edzője lesz a csapatnak, Illés Lászlótól eddigi segítője, Gebri Pál veszi át a szakmai munka irányítását. Körülbelül ugye 8 hete leültünk Illés László, Gebri Pál és én, egyeztettük a jövőt, beszélgettünk az akkori állapotról is, terveztük a jövőt. Ekkor Laci, Illés Laci bejelentette, hogy amennyiben van rá lehetőség, ő szeretne egy kicsit pihenni. Tudni kell azt, hogy ugye Laci 1000 éves baktai, sokáig focizott, 2 évtizeden keresztül focizott nálunk, 7-8 éve, mint edző is már ott tevékenykedik, és sajnos volt egy családi tragédia, a bátyja nagy betegség után elhunyt, és most nagyobb szükség van rá a családjában, mint eddig volt. Ő neki 3 gyermeke van, én azt gondolom, hogy valamilyen formában megpróbáljuk őt is pótolni, viszont ott lesz közöttünk, hisz a tahót ő számolja el, akkor ő elnökségi tag is. Tehát úgy marad idézőben minden régiben, csak annyi, hogy szakmai munkáért Gebri Pál lesz a felelős. Az elnök elmondta, hogy a góllövő listán 23 találattal második helyen végző Marics Gábor Sényűre igazol, a második számú kapusra Marics Istvánra nem tart igényt a klub. Helyére Borkó József érkezik, és Pataki Gergő személyében Pátraháról tér haza egy baktai illetőségű futballista. A csapat július 8-án kezdi el a felkészülést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Érkezik a kánikula, de jönnek a frissítő zivatarok is. Az első hőhullám már ma érződött. A kánikula az előrejelzések szerint kitart. A hőmérséklet a jövő hét közepéig szinte folyamatosan emelkedik, és már hétvégén is 35-37 fok körüli értékeket mérhetünk. A magas hőmérséklet főként az idősek szervezetét viseli meg, de nagyobb figyelmet kell fordítani a szívbetegekre, a magas vérnyomásúakra és a szabadban dolgozókra is. A családok megerősítése és a munkát vállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek, mondta 35 perc című műsorunkban Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A 2018-as büdzsében a minimálbér és a bérminimum emelésére is van fedezet. Az oktatásra 80 milliárd forinttal, szociális és családügyi támogatásokra 200 milliárddal többet fordítanak jövőre, mint ebben az évben. Mintegy 700 millió forintból 2 új intézmény épül Kemecsén, egyik a járási tanúszoda, a másik pedig a kormányablak épülete. A városban több mint 5000-en laknak, de a beruházások a kemecsei járás 11 településének lakóit is kiszolgálják majd. A tervek szerint a munkálatok még idén befejeződnek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 20-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Egyelőre még száraz, meleg levegő áramlik felénk, holnap viszont egy hideg fronthoz átmeneti enyhülést. Az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, zápor előfordulhat. Helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékletű levegő lesz fölöttünk, az ország nagy részén tartós kánikulával. Érintő hidegfrontok hatására átmeneti felfrissülés inkább csak északkeleten lehet. A napsütés mellett időnként felhősebb időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporral, zivatarral.